Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a képen látható kettő darab frissen megjelent Albert modell gabonaszállító kocsit fogom nektek bemutatni. Az elmúlt napokban négy darab jelent meg összesen, ez a kettő a barna és a kék színű, illetve kettő darab szürke, hát én ebből ezt a két színvariánst vettem meg, mindegyik ugye más pályaszámú kocsi is, illetve más a típusa is egy picit. Nézzük is meg közelebbről a modelleket, először a csomagolást. Ja, ahogy látjuk, a szokásos Albert modelles csomagban érkezik a kocsi, ami gyakorlatilag atombiztos, és ezt szó szerint értem, hiszen olyan masszívan ül benne a jármű, hogy minden oldalról teljesen védve van, itt külön fönt van egy ilyen nagyon jó kis védő elem, itt a tetőtrepnik és egyéb dolgok védelmére, illetve ilyen kis szivacsbetétek vannak itt, hogy ne tudjon elmozogni a kocsi. Szükséges is ez a csomagolás, hiszen nagyon sok apró kis filigrán részlet található a járművön. A kivétel az nem egyszerű, meg kell vele bizony küzdeni, cserébe viszont biztosan tárolja a járművünket. Ami még van a kocsihoz, az egy garnitúra klasszikus bügelkuplung, illetve a fék csöveknek a kis imitációja, amit hogyha vitri modellnek használjuk, akkor ide föl lehet tenni a kocsi végekre. Hát szedjük is ki innen a kocsikat, és nézzük meg közelebbről őket. Némi ügyeskedés után ki is kerültek a kocsik a dobozukból, és akkor nézzük meg őket egy picit közelebbről. Ugye ezeknek a kocsiknak a típusa az a TAGPS, illetve TAGPS-Y, hát ezt meg nem próbálom ezt az elnevezést egybe kimondani. RCH-s, tehát Real Cargo Hungáriás járművekről beszélünk, ugye 6. korszakos teherkocsik, gabonaszállító járművek, szóval ők úgy működnek, hogy itt a tetejükön van a gabona beöntése, és itt az aljukon találhatóak ugye a kis kiöntő nyílások középen. Hát nézzük akkor meg a kocsik tetejét, itt látható ugye ez a körbe ez a kis trepni, illetve a betöltő nyílások. Ez a trepni, ez szerintem így érzésre azt mondom, hogy ő fotomaratott ilyen kis rézlemezből van elkészítve, nagyon kis filigrán, gyönyörű szép a festése az egésznek, illetve itt középen ezek a kis műanyag elemek, ezek is szerintem hát részben rá vannak öntve, részben, ahogy látom, ezek is külön elemként vannak ide föltéve, nagyon részletesen kidolgozottak ezek is, mindenféle kis apró kis kapocs, illetve dolog rajta található. Aztán, ami érdekes, az a kocsinak, hát az oldala az viszonylag egyszerű formáról beszélünk, ugye egy sík bordázott oldala van, ugye a tetőíve az egy picit íves, és tényleg ami érdekes, az itt a kocsi végeknél található, ugye mivel alul van a kocsiknak a kiöntő nyílása, tehát itt jön ki a gabona, ezért a fékberendezések, a fékhengerek, azok ide kerültek a két végére a kocsinak. Az egyik végén ugye találunk egy fékállást, ami hát nagyon jó ki van dolgozva, nekem nagyon tetszik ez a vékony filigrán, ugyan műanyagból van ez a kis korlát, de nagyon jól sikerült eltalálni, illetve itt van egy ilyen kis a kéziféknek ugye a kis behúzó karja, illetve ott vannak benn a sötétebb részen a fékberendezésnek a dolgai, amik hát nagyon ki vannak dolgozva, mindjárt mutatok róluk egy közelebbi fotót, mert így a kamerán annyira nem prominens a dolog. Nagyon szépen ki van dolgozva ott is minden kis részlet, úgyhogy a verték nagyon, nagyon kitettek magukra. A másik végén is a kocsinak találunk egy ilyen kis kapaszkodót, ugye, hogyha tolatás van, akkor ide föl tud lépni a tolatásvezetőnk, illetve, ugye, amit mondtam, hogy a kis légtömlőknek, illetve ugye a csavarkapocsnak itt vannak a megfelelő kis lyukjai, tehát hogyha vitrin modellként használjuk a kocsit, akkor ide föl lehet tenni őket, illetve ugye akkor is, hogyha utolsó kocsi, és akkor úgy szebben néz ki az egész szerelvény. Ugye, mint mondtam, a kocsi oldala viszonylag egyszerű, ugye egyszínű az egész jármű. A feliratozás és tamponozás az első osztályú lett, nagyon szép, nagyon éles rajta minden, pontosan ott van minden, ahol az eredeti kocsin. Ezekről a kocsikról még annyit érdemes tudni, őket ugye az aradi vagongyárban gyártották,
és azért többféle verzió készült belőlük, ugye van a román vasutaknak is hasonló jellegű kocsia, ugye a magyar MÁV-nak, illetve szerintem még hasonló ilyen közép-európai vasutakhoz is kerültek ilyen kocsik. Ez a kocsi, ez speciál ugye a MÁV-os, illetve a Railcargo Hungáriás járművet modellezi. A forgóvázak azok a klasszikus Y25-ös típusú forgóvázak. Érzése nagyon könnyen kurul a kocsi, nincs komolyabb melletellenállása, szépen veszi az íveket, illetve ugye a kurszkuplunk kinematika is jól van megcsinálva benne, tehát bátran használhatjuk rövid kapcsolóval, és a kocsit nem fog siklani, nem fog borulni. A kocsi alváza is ki van dolgozva, tehát nem spórolta el ezt Albert, hogy ide is megjelenítésre kerültek a különböző részletek. Itt ugye ezek a kis dolgok, ezek nyitják és csukják a talula kocsinak a kiöntő nyílásait, illetve ugye itt van egy átmenő, ez szerintem a fék vezetéknek a vezetéke, ami itt ki van dolgozva, illetve ugye ezen az oldalon itt még ki van dolgozva a komporognak, illetve ennek a kis akasztónak is ez a sárga-fekete kis kerete is. Illetve itt a kocsi végén itt ugye meg vannak jelenítve a féknemváltó és egyéb dolgok is. Hát a kék kocsi után ugye nagy meglepetés nincs. Ez a barna, illetve ilyen rozsdabarna színű kocsi is gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V. Ugye ő neki nincs Y a végénél, tehát ő sima TAGPS típusú kocsi, a 179-es pályaszámú, ugyanúgy Railcargo Hungáriás járműről beszélünk, igazándiból a színén kívül. Lehet, hogy én vagyok túlságosan figyelmetlen, de én nem találtam semmi komolyabb eltérést a két jármű között, tehát ezek formaira azonos kocsik. Szerintem az Albert modell megint egy nagyon jó kis kocsival látott el minket. Gyakorlatilag bármilyen tehervonatban megállják a helyüket. Ugye 6. korszakban mi illik eléjük, ugye lehet őket húzni egy klasszikus piros ÖBB-s Taurusszal, illetve megy eléjük akár egy startos gigant, vagy esetleg még trakciós is, valamint V43-asról is lehet próbálkozni, bár ugye ezeket a szerelvényeket jellemzően valami komolyabb, erősebb mozdony szokta ráncigálni. Ezekből a kocsikból, hogyha mellé tesszük a korábbi ilyen gabonás kocsiainkat, kiállíthatunk akár egy teljes ilyen gabonaszállító szerelvényt, vagy besorozhatjuk őket vegyesen más teherkocsikkal is együtt. Akit érdekelnek ezek a modellek, akiket érdekelnek a teherkocsik és a tehervonatok, szerintem egy nagyon jó árértékarányú modellt kapnak, hogyha beszerzik ezt a kocsit. Én eddig még az Albert modell dolgaiban nem csalódtam. Ugye régen ők azzal kezdték, hogy a Klein modellbános kocsikat feliratozták újra, illetve különböző ilyen átalakításokat csináltak. Nagyon örülök neki, hogy gyakorlatilag egy magyar modellgyártóként aztán kinőtték magukat ebből a körből, és most már teljesen saját járművekkel jelentkeznek, és ugye most már nem csak kocsiaik vannak, hanem mozdonyaik is. Rengetegféle járművet gyártanak, illetve gyártottak. Abszolút egy sikertörténetnek lehet szerintem az ő munkásságukat elkönyvelni, és egy nagyon jó példa arra, hogy mit lehet azért kihozni itt a hazai modellgyártásból. Ugye gyakorlatilag az Albert modell szerintem az egyetlen nagy szériás hazai modellgyártó per pillanat itt Magyarországon. És ugye ők nem csak a hazai járműveket gyártják le, hanem ugye nagyon sok olyan kocsit modelleznek, amiből ugye külföldre is került, és akkor a külföldi verziókat is szép számban gyártják. Remélem lesz még folytatás, és remélem nagyon sok új kocsit fogunk még tőlük látni a közeljövőben. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!